Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, hogy ez a Terékos Tudományok doktora és mestere, spiritista vagyok, spiritista tanár, metafizikai pszichoterapeuta, és még sorolhatnám a dolgokat, parapszichológus, így ugyanilyen tanár vagyok, meg csonkovás tanár, meg masztás tanár, meg legkülönbözőbb dolgok. Mindig az elején a műsornak el szoktam mondani, amiről beszélek az egész műsorban, az nem helyettesíti az orvosi kezelést, az a lehetőség a sok közül is nem egyformán hat az emberekre, ezt muszáj elmondanom. Ez olyan, mint amikor mondják a hirdetésben, hogy mit tudom, kérdezem egy gyógyszerészet, és senkinek sincs gyógyszerésze. De ezt el kell mondanom. Ugye mindig most utóbbi időben a műsor elején valamilyen betegségfajtáról, problémáról szoktam beszélni, hogy azokról esetleg lehet-e segíteni, ha igen, akkor hogy, milyen formában, nyilván nem a kezelést szeretném elmondani, de mégis felnyitni a szemüket az embereknek, hogy bizony a spiritista dolgokkal olyan dolgokat is sokszor meg lehet csinálni, olyan dolgokon lehet javítani a testben, más módszerekkel, se orvosi, se egyéb módszerekkel nem lehet. Ugye ezzel nem azt akartam mondani, ugye mondtam a műsor elején, az orvosi kezelést ki kell hagyni. Ugye ezt nem véletlenül se akarnám mondani. Most, amiről beszélni fogok, az a rákos daganat. A rákos daganatnak a lényege az, hogy a génekkel van probléma az ember testébe, és ha a génjeink nem megfelelőek, akkor az immunrendszerünk se jó, és bizony ebből kialakulnak a rákos sejtek. Egy embernek 24 ezer génje van, abból 500, ami problémás, és 138 halálos. Ugye már az orvosi tudomány egy részével olvasgattam, már próbálkoznak azzal foglalkozni, hogy a génekkel, de hát nagyon-nagyon sok van, és azt mind megvizsgálni, meg minden, azt nem nagyon tudják megoldani. De a Jóisten segítségével, amik jönnek nekem módszerek, spirituális módszerekkel, a géneken lehet javítani, lehet segíteni, hiszen gondolatban oda megyek el a testbe, hova akarok, azt változtatom meg, amit szeretnék. Ez a lényeg az, hogy meg kell változtatni a géneket, ami Jóisten segítségével úgy néz ki, hogy van rá lehetőség. Utána az immunrendszert is meg kell változtatni, és ha ezek mind jól működnek, akkor már fél győzelem van, majdnem teljes győzelem, és utána az immunrendszer rá kell kényszeríteni arra, hogy a testben levő T-limfocitákat, a T-limfocitát az tulajdonképpen az, ami, ha jó az immunrendszerünk, annak oda kell küldeni a rákos sejtek köré, és azt fel kell zabálják a T-limfociták a rákos sejteket, el kell pusztítsák. Ez Jóisten segítségével, amik jöttek nekem föntről, ugye lehetőség a kezelésekre, lehet változtatni a géneken, lehet változtatni az immunrendszeren, és munkára lehet készíteni úgy az immunrendszert, hogy a T-limfociták oda menjenek, és körbevegyék a rákos sejteket, és azokat pusztítsák el, és persze még más. És van még az elején egy olyan sejtisztító dolog, ami elképesztő változást idéz elő a testbe. Szóval én azt nem mondtam, hogy lehet segíteni, de sok emberen már tudtam segíteni, nem is kevésen, sokszor tévében is volt, hogy múlt adásban is mondta egy hölgy, hogy a vastagbél daganatából kikezeltem, teljesen jó lett az állapota. Van például egy úr hozzám, aki áll, akinek a daganat így nyomja a ményelőcsövét, amikor elment orvoshoz, rosszabbul lett, nem jár csak hozzám, jár már évek óta, és éldegél nem tudott nyelni se, annak idején visszajött a kaja, mert úgy elnyomta, és ezekkel a módszerekkel, amiket csinálok, ezeken bizony az állapotát úgy tudom tartani, hogy eszik simán, jól van, dolgozik, sőt fizikai munkát végez az illető. A lényeg az, hogy pontosan azokat a dolgokat lehet megszüntetni ezekkel a módszerekkel, amik szükségesek ahhoz, hogy vagy ne kapjunk rákos megbetegedést, ugye mondtam az immunrendszer, meg a gének, vagy ha már van, és a géneken változtatunk, és az immunrendszert is ugye megkezeltük, megjavítottuk, és rákényszerítettük arra, hogy körbevegye a T-limfocitákat,
ügyes pusztíts el, akkor jelentős segítséget lehet adni arra, hogy az illetőnek az állapota helyre jöjjön, eltűnjenek a testébe a rákos sejtek. Ha az immunrendszer nem jó, akkor a rákos sejt sajnos burjánzik, és nagy esélyünk van arra, hogy meghalunk. Az a baj, hogy az emberek nem elég intelligensek arra, hogy megértsék azt, ha őneki rákos betegsége van, akkor mindent el kell követni azért, hogy ő ebből kijöjjön és életben maradjon. Ugyan azt mondják, hogy mindent elkövetnek, de közben nem igaz, nem követnek el mindent, mert nagyon-nagyon kevés ember jön például hozzám is ilyen problémával, csak akkor szoktak jönni, amikor már mindenhol voltak, mindennek vége, nem is mindig mondják el, hogy ez van, akkor nincs lójó a szamár is, akkor eljön segíteni, de amikor már 3-4 héttel vagy 2 héttel halál előtt van valaki, akkor bizony nem igen lehet segíteni. De amikor még a középmezőnyben van az illető, akkor még van esély rá, hogy lehet segíteni az állapotán, de nem fogják elinni, a rákos betegek nagyon kevesen jönnek. Csak akkor, amikor már vége van, nem értem ezt a dolgot egyébként, nem fáj, ami van, ártani nem tud, csak segíteni tud. Miért nem próbálják ki? Ezt mondják meg nekem. Miért nem? Nem próbálják ki, tudom. Ritkán, nagyon ritkán próbálják ki. Hisznek abba, hogy ha megoperálják, akkor ez lesz, tudjuk jól, ha belevágnak, akkor mi történik. Mindenféle dolgot lehet kapni. Álprofesszor, teát ad, még senki, nem tudom, mindegy, nem akarok embereket bántani. Ilyen víz, olyan, nem akarok megsérteni senkit. Mindenféle ígéretek vannak különböző dolgokra, és szegény emberek hiába itták, ették, ugyanúgy meghalnak a végén. És sajnos nem próbálják ki ezt a lehetőséget, ugye, ami mellékhatás nélkül segíthet az állapotom. És ráadásul ezek a módszerek, amiket csinálok, ezek nagyon szinte újak, mert Jóisten annyira jó hozzám, hogy amit még egy hónap ezelőtt csináltam, az már nincs. Sehol nincs ilyen módszer, hogy már rögtön a génekkel elkezdik kezelni az embereket, sehol a világon, és utána az immunrendszert, és utána építkezünk tovább az egyéb módszerek sejtcserékre, testrészcserékre, májcsere, vagy bármi, különböző dolgokat végre szoktam hajtani ilyenkor kezelésbe, szervek meg testrészeknek a cseréjét, és ennek át kell íródni a fizikai testbe, nyilván nem egy kezeléssel, több kezeléssel, de nem hetenként kell járni, hanem sürgősebb esetben 2 hetenként, ha nem annyira, akkor még ritkábban általában. Ugye mindig mondom, hogy ennyit akartam körülbelül erről a rákos problémákról beszélni, és most beszélek egyéb dolgokról. Ugye mindig mondom, hogy ilyenkor nyáron könnyebb bekerülni valamivel, mert nagyon sokan járnak hozzám kezelésre, könnyebb bejutni, nem érdemes megvárni az őszt, ha valakinek, akkor sokkal nehezebb bejutni, és ha valakinek problémája van, ugye, az, ha várunk vele, mindig csak rosszabb lesz. És ugye, már rák jött szóba, hallották, miről beszéltem, ezekkel a módszerekkel van esély rá. Nem azt mondtam, hogy biztos meggyógyul, van esély rá, de nem próbáljuk ki, és nem teszünk magunkért, hát akkor az ember nagyon buta. És nagyon sok ilyen buta ember van, mert nem próbálják ki, intelligenciában nem fogják. Hát nekem nem magyarázzanak, én akkor se, inkább meghalok. Hát normális ez az ember? Most ugye viccnek szántam ezt a mondatot. Normális? Hát normális ember, aki intelligens, az igenis megcsinálja, eljön, és mind a kettőt csinálja. Ezt is, meg azt is. Higgyék el, van értelme a dolognak. Teljesen más dimenzió dolgozik az orvos az belevág a rákos sejtbe, tovább megy, megszúrja, megint még több rákos sejt lesz, burjánzik. Itt semmi fizikális dolog nincsen, semmi kellemetlenség, csak javíthat. Ártani nem tud ártani. Kb. Ennyit akartam ezekről a dolgokról beszélni most. Megkérem a kollégát, vagy kollégákat, hogy rakják ki a telefonszámot, hogy lehessen engem hívni. 061-269-0386,
bátran telefonáljanak, hogy csinálok állapotfelmérést, kezelést, nem tudom, az is telefonál, csókolom pillanatüremét, az is telefonáljon be, aki múltkor műsor végén adtam kezelést, és úgy érezte, hogy az állapota jobb lett tőle, mert én ma találkoztam olyannal, és egész jó állapota volt. Tessék parancsolni! Jó estét kívánok, Tihanyi úr! Én nagyon szeretnék egy állapotfelmérést, és hogy hát van nekem ilyen szívfibrillációm, hogy nem tudom, hogy ez. Az az idegrendszer nem jó működéséből adódik, ez igen, a szívritmus dolog. Hát, hogy mondjam el, öndicséret büdös, de sok eszedben volt már, hogy ez megoldódott. Érti, mit mondok? Mert ugye mindig az okot kell megszüntetni, mindig arról beszélek, hogy a kájától kell indulni, mindig mindenkinek már ezt mondom. Már a hugom nagyon sokszor volt magánál, egy 5-6-szor, aztán... Mikor volt nála, mennyi ideje? Hát egy fél éve körülbelül. Szóval most 100%-osan más módszereket alkalmazok, igen, merőben, mint ideig, akár egy hónappal ezelőtt. 100%-ig, mondom, hogy a géneknél kezdem egy hatalmas sejttisztítással, azt igen, nem mondom el, hogy mi és hogy, de már az is csodát csinál, utána az immunrendszer, és utána építem fel a többi rendszert, amit idáig is csináltam. Na, akkor megnézegettem. Hol tetszik lakni, Pesten vagy vidéken? Vidéken, Üllőn. Hát az itt van a szomszédban. Igen. Nincs messze, ott ülnek az Üllőn. Ott ülünk az Üllőn. Na, nézzük, hogy vehet-e tartós tejet, jó? Na, szellem van-e? Van. Hátok van-e? Hát mindenki van-e, problémázom rajta. Központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Ugye ilyenkor szokott, ha az idegrendszer túlműködik, ez a szívritmus probléma lenni, tudja? Igen. Ilyenkor szokott lenni, de megnézem az immunrendszerét, az nincs összefüggésbe ezzel, meg arányosságban semmi se, de innen kell elindulni mindig, mert ez megváltoztatja a következőt, meg a következőt, meg a következőt, még a ízét is megváltoztatja, az idegrendszert is. Csinálunk egy kísérletet? Igen. Megmutatom, hogy megkezelem az immunrendszerét, utána megnézem a idegrendszerét, jó? Jó. De előbb megnézem az immunrendszert. 5-10%-on van, békarottyantó alatt. Na most arra kérem, hogy üljön szépen le, csukja be a szemét, a kezét az ölébe teszi, fölfelé, nyilván a telefon a kezében van, akkor azt nem tudja. Igen. Figyel a belsőjére, testére, és bizony egy pár dolgot fogok csinálni. Elképzelhető, hogy érez, nem biztos, elképzelhető. Akkor elindítom a dolgokat, jó? Na, kedves hölgyem, hogy van? Olyan, hogy mondjam, olyan zsibbadás, vagy olyasmit éreztem. Bizsergést. Igen. Bizsergés, zsibbadást. Hol? A bal karomnál, így, meg itt a szívem oldalán. Na, kedves. Indul a limbóintó, minden sejt elkezd dolgozni, azért érzi, tudja, a testébe.
Igen. Megnézem az immunrendszere most. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Megnézem a hidegrendszerét, az viszont 100 alatt lesz jóval most. Az idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mert azt csinálja jó Isten, mert az ő segítséget is kérem hozzá, hogyha tűr működik, akkor egy ideig alul működik valamennyivel. Aztán visszaáll, tudja, de pótolni kell neki, érti, mit mondok, azzal, hogy egy ideig alul működik. De az immunrendszerét még egyszer megnézem, mert az nem 100%, még több szerintem, az meg kicsit túlműködni szokott egy darabig akkor. Immunrendszere 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, igen, jól tudom a dolgokat. Most bármit néznék a testében, minden beáll egy darabig, de mondom, hogy egész rövid távú dolog, amit csinálok. Igen. Szóval nehogy azt higgyen most, hogy most minden rendben van, tudja. Értem. Egész rövid távú, de viszont nagyon jó, mert most megérzi, esetleg még egy-két napig utána, és akkor tudja, hogy mitől döglik a cserebogár, tudja, hogy valami más, hogy... És most is zsibbad még, vagy bizsereg, vagy meleget is érez? A meleget nem. Csak a bizsergést. Igen. Hány éves, kedves hölgyem? 70. Hát az nem sok. Hát... 90-nél kevesebb, nem? Hát igen. Igen. Tartós tejet vehet. Ja. És ezt a szellemet, vagy mit, azt letetszett róla? Már le. Csak nem tudja maga. Ja, értem. Le. Hát nem is gondoltam, hogy van rajta. Nem kell azt gondolni, van az annélkül is. Van annélkül is. Hát ez a helyzet, hogy majdnem mindenki van egyébként, csak nem tudjuk. Igen, igen. Hát leraknám a telefont, ha nem maragszik, ugye? Igen. Még más telefonálókat is várok. Jó, köszönöm. Minden jót, kezi csókolom, minden jót kívánok. Ugye mondom a számot 061-269-0386-os számon lehet egy elérni minket. Ugye élő adásban, ugye ez nem emelt díjas telefon, ez normál telefon, mint ha felhívná az anyósát, vagy bárkit. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó estét kívánok, én meg Marosszéki. Marosszéki? Anna. Anna? Honnan telefonál, kedves Anna? Újpestről. Újpestről? Igen. A Tél utcából vagy? Nyár utcából? Nem, a Kassaiból. Jó, a Kassaiból. Az hol van? Újpest központ. Tudom, én csak hülyéskedek csak. Hát jó. Nem azt mondom, hogy Perszfél vagyok Újpestből, de azért elég jól ismerem a várost. Igen. Tudja. Hallgatom. Azt szeretnék egy felmérést. Maga is? Igen, igen. Múltkor nézte a tévéműsort? Igen, előfordul, amikor éppen eltalálom. Ja, múlt héten nem nézte? Biztos nem néztem. Mert minden hétfőn este 9-kor van, tudja. Igen, és fölírtam már, de hát el voltam. El? Igen, hát el voltam idehaza. Mi el volt, azt hiszem, el volt, mint a befőtt. Így van. Na, lássuk a szellemet. Szellemes tetszik lenni. Átok is van. Központ idegrendszer. 10, 20, 30, 40. Fáradt szokott lenni? Igen, előfordul, elég sűrűn. Gondoltam, az immunrendszere 5-10%-on van. Ilyenkor az egész test a béka akármi alatt van. Szíve 10, 20, 30. Gyomor 10-20, máj 10-20, felfújódik? Igen, előfordul. Epéje van? Epéje nem, nincsen. Epéje mégis felfújódik, értem. Igen. Vékonybél 10-20, vastag 10-20, prostata nincsen, de van hólyag 10, vese 10. Hát ezt hívják a béka rottyantó alattjának, tudja? Észrevettem. Na, semmi baj, kedves, magának is ugyanazt kell csinálnia, mint az előző hölgynek, szépen kiveszi a papucsból a lábát, a földre teszi, becsukja a szemét szépen, ellazul, olyan szinten, hogy a vállait belengedi a testébe, és figyeli a habtestét, hogy mit tetszik érezni,
és én gályázok magán. Jó, kedves hölgyem? Jó, köszönöm. Na, drága hölgyem, megnézzük, mivel sántikálunk, jó? Jó. Hogy érzi magát? Megkönnyebbült? Egy pici zsibbadást éreztem. Ne hülyéskedjen. Igen. Hol? Hát az olyan lazán az egész szervezetemben. Na persze, az egész teste elkezdett gyógyulni, tudja? Igen. És hogy a munkálatok elkezdődtek. Munkálkodik a cimbal most, tudja? Na, megnézzük, jó? Jó. Az immunrendszer 100%-osan működik, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A vérkeringése fejében hány százalékos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. És mennyi volt fél órával ezelőtt a vérkeringés fejében? 10, 20, 25%-os volt, most meg 110, akkor megnézem a központ idegrendszerét, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, szíve 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, májacskája pöttyöse, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, azt mondjuk, hogy a vékony bél 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, minden annyi lesz. Hólyag 50, 60, 70, 80, 90, 100, vese 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mondtam, ez egy kis ideig tart csak, tudja? Még érzi a bizsergést? Igen, érzem. Ugye milyen jó érzés? Nagyon. Meg fog nyugodni, és olyan nyugodt lesz, hogy ihaj csuhaj. Már most hallani a hangjám, hogy lényegesen nyugodtabb, és bőröstől, szöröstől a géneket is kezeltem egyébként a testébe. Igen. Immunrendszert, mindent. Köszönöm szépen. Nincs mit. Nagyon örülök. Parancsol? Legjobbakat kívánok. Én is mindenkinek minden jót kívánok, üllőn, aki van. Jó éjszakát. Csókolom. Minden jót kívánok. Na, látják? Ez aranyos, kedves, hogy milyen nyugodt hangja lett, laza hangja lett utána, hiszen ez a kezelés, ami a genetikától indul, a génektől, immunrendszeren keresztül is sorolhatnám, a KH-tól, az ok megszüntetéssel. Mindenki ok megszüntetéssel beszél, nem igaz. Pillanat türelmet kérek, ez az ok megszüntetés. Tessék parancsolni. Jó. Jó. Jó estét kívánok. Szeretnék egy állapotfelmérést. Úgy érzem, tényleg a békarottyantó alatt vagyok, fejtő lábig. Legyen szíves nekem valami erősítést, vagy tessék megnézni, hogy mit lehet velem, vagy nekem segíteni. Na, kedves hölgyem, az érzésem, hogy már beszéltem magával, nem lehet? Nem beszéltünk, drága Tihanyi úr, most beszélünk először. De van érdekes van a hangjába. Miért gondolja? Nem beszéltünk soha. Nem azért mondtam, nem. Hogy úgy gondolom, hogy ugye nem Magyarországról származik maga.
De magyar vagyok. Hát persze, hogy magyar, persze. Csak egy kicsit tájszólással. Ja, értem, értem. Azt hittem, hogy Erdélyből vagy máshonnan tetszett jönni. Nem, én itt magyarországi vagyok, Dunántúlon élek. Dunántúlon? Na. Igen, és a Tisza mellett születtem. Ja, értem, értem, értem. Én Dunántúlon születtem. Pécset születtem. Ott éltem, 16 évig ott éltem. Csak elkerültem Pécsről, mert válogatott birkózó voltam, és fölkerültem a Vasasba, tudja, és nem kerültem vissza soha többet. Ugye, én is így jártam. Maga is így járt? Uh-huh. Mit sportolt maga? Semmit, csak ja, dolgoztam. Azt hittem sakkozott. Sakkozni nem tudok, malmozni igen. Hát azt meg azt én is valamennyire tudok, de a párommal nem lehetne, mindig megver. Mindig, úgyhogy játsszál magadban. De veszíteni meg nem tudom, úgyhogy ha véletlenül nyerek, akkor minden baj van. Na, én is nyerni szeretnék. Hát ki nem. Na, lássuk a szellemecskét, jó? Meg az átkocskát, megvan, mindegyik. Központ idegrendszere. 10-20, hát igen, B-karottyantó, rendesen, nem tudom, tartós tejet vehet egyáltalán. Nem. Megnézem az immunrendszerét, 5. Hány éves maga, kedves hölgyem? 64. Szíve, 52-es vagy 51-es? 50-es. 50-es. Hát akkor éppen egy 64. Igen, már elmondtam. Azt én mondtam, na akkor ott tartottam. Az idegrendszer megvolt, és a szíve jön 10-20-30%-kal, a gyomor 10-20, a mája 10, felfújódik? Igen. Epéje van? Van. Úgy kell magának. Vékonybél 10, ajaj. Vastag 10, prosztatát meg se nézem. Hólyag és 10, Jézusom, vese 10. Na, drága hölgyem, magának is ugyanaz a feladata van, mint a többieknek. Leveszi a kis papucsot, vagy suranót, leteszi, ugye ül, gondolom, ugye? Ha nem, igen, akkor üljön le, marra kényelmesen elhelyezi magát, becsukja a szemét, és úgy ellazul, hogy szinte a vállai beleesnek meg a karjai a testébe. Igen. És figyeljen magára. Na, kedves hölgyem. Igen. Hogy van, mintha? Most egy kicsit nyugodtabban. Nem kicsit. Mikor fölhívtam. Hallom a hangján, halálnyugodt tetszik lenni. Tessék? Halálnyugodt tetszik lenni, hallom a hangján. Meg egy kicsit fáradt is. És igen. Van melegség, bizsergés, van valami? Igen. Hol? Egész testében, vagy hol bizsereg? Lábam.
lábi, teljesen fejtőlábi. Fejtőlábi, tudja miért? Mert fejtor potrok, tudja. Iskolában tanultuk, emlékszünk, fejtor potrok. Igen. Ötödikben egyébként. Volt egy biológiai tanárom, egy Pécset volt, nem emlékszem már a nevére, egy aranyos, kedves hölgy volt, és azt mondta, amikor tanultuk a rovarokat, hogy ha valaki 50 darab cserebogarat begyűjt, az kap egy ötöst. Ezt begyűjtöttem én nem 50-et, vagy 200-at is legalább cserebogarat, érti, egy barátommal, sajnos az már nem él már jó pár éve, a Cink Tibi barátom, és hát hiába volt 150 darab, akkor is csak egy ötös kaptunk. Értem, mit mondok, nem annyi ötös, amennyire több volt. És volt egy tanárunk, a rajzpapa, az mindig az volt a mániája, hogy bejött az órára, megnézte, mi van a fiókba, tudja? Igen. És a fiókba beraktam, hogy 50 darab cserebogarat, érti? Legalább. Akkor kihúzta a fiókot, a hapsi lefehéredett rögtön, és lemerevedett, érti? És úgy csapta vissza a fiókot, mint a, így, mint a hétszentség, érti? És félpattant. Elég, hát majdnem megmondtam, ilyen ember volt. Szövetővel kezdődött volna, mondtam volna. A mellettem ülő srác, a Darida Miklós, aznap született, amikor én. Ő nagyon művészi srác volt, de a rajzhoz különösebben nem annyira. Én megrajzoltam neki, az ötös lett, de amit magamnak, az hármas lett, tudja? Mert kis pufog gyerek voltam, kövérkés, tudja, vannak nem túl intelligens tanárok is. Majd azért, mert pufókozom, majd bosszút állunk, tudja, hogy van. És hát én nem hagyhattam annyiba, mindig vagány gyerek voltam, és volt neki egy Danovia motorja. Ilyen piros Danovia motor, apámnak is volt, 125 köptent is volt, és akkor a tankját lecsavartam, és bejelentettem egy másfél kiló cukrot neki, tudja. Visszazártam, és annyi lett a motorjának, tudja, tönkrement. Mai napi nem derült ki, de most már mindegy, szerintem már nem él az az ember, már a korból kifolyólag, értem, mit mondok. Igen. Nem túl van, úgyhogy nem fogja megtudni. Ki volt az? Nekem milyen jövőt? Én nem vagyok jós, kedves hölgyem, nem. De jó lesz magának minden, nézem az állapotát. Központ idegrendszere 50-60-70-80-90-100, szíve 50-60-70-80-90-100, mája 50-60-70-80-90-100, immunrendszere 50-60-70-80-90-100-110, látja? Na látja. A hólyagja 50-60-70-80-90-100, és egy kicsivel több, vese 50-60-70-80-90-100, 110 vehet tartós tejet. Nyugodtan. Én nem fogok inni soha tartós tejet. Ezt nem azért mondtam, ezt nem. Jó. Tudom, nem bírják sokan a tejet. Én úgy vagyok vele, hogy én se bírom, de néha azért megiszom. Megyek is a dolgomra utána. Hát, köszönöm szépen. Én is örülök neki, hogy ilyen jól érzi magát, és minden jót kívánok. Kezdj, csókolom. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok. Csókolom. Minden jót, hát ilyen az élet, ugye mindig mondom, az okot kell megszüntetni, és az ok pedig innen kezdődik a gén, meg az immunrendszer, stb. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó napot kívánok, illetve már jó estét van. Egy állapot elmérést szeretnék, és az ágyamat, ha megnézni, hogy a fekvőhelyemet, hogy jó helyen tetszene. Na, csokkolom, igen, Tihanyi Tamás Gábornak hívnak, kivel van szerencsém? Éva vagyok. És mondja, kedves Éva, ön magyar, vagy persze, Pesten vagy vidéken tetszik lakni? Budapesten. Na, és mi már beszéltünk egymással? Nem, még soha. Na, akkor kezdjük az ágyal, jó? Jó, köszönöm szépen. Nincs mit. Na, körülbelül az állától lefelé keresztvízér van. Olyan. A bokájáig legalább. És hogy a helyzet jó legyen, még a teste hosszába, mint ha meg lenne felezve még egy Hartmann zóna is. Oh, yeah. Igen, igen. Hát ez nem a legjobb, ezen lehet szimbólummal segíteni, mert ugye, mert ha ki van fektetve, akkor nincs szerencséje
egy hónap múlva már feküdhet rossz helyen akár, mert nem lehet tudni sohasem a dolgokat. Na, akkor nézem az állapotát, jó? Az immunrendszere 5%-osan működik, hát ön drága hölgyem, az biztos, hogy a B-karottyantója alatt van. A központi idegrendszere 5-10, fáradt, mondja hölgyem? Néha, nem állandó jelleggel, de néha. Szerintem fáradt kell legyen. Szíve 10-20-30%-os erővel, a gyomor 10-20, mája pöttyöse 10-20, vékonybél 10, vastag 10, hólyag 10, ajjaj, ez se 10. Na, magán is segítek, jó, de csak egész rövid időre. Jó, nem hetekre, egész rövid időre. Köszönöm szépen. Talpát a földre teszi, kezét az ölébe, becsukja a szemét, vállait az ölébe dobja, teljesen elernyed. Oké, kedves hölgyem. Mondja, hogy van. Köszönöm szépen. Jobban érzem egy kicsit magam. Hát a hangján is hallom. Mit tetszik érezni? Meleget, bizsergést? Meleget. Meleget tetszik érezni az egész testébe? Igen. Hát beindult minden. Alaposan az immunrendszere 50-60-70-80-90-100-110. Központ idegrendszere 50-60-70-80-90-100-110, szíve 30-40-50-60-70-80-90-100, mája 30-40-50-60-70-80-90-100, vékonybél 30-40-50-60-70-80-90-100, a vastag is 30-40-50-60-90-100, hólyag 30-40-50-60-70-80-90-100, és a vese is 30-40-50-60-70-80-90-100. Most érzem a bizsergést. Most érzi. Odaért. Na látja, milyen érdekes? Igen. Milyen érdekes? Hogy elég magára koncentrálni, ugye a hangja alapján tudok magára koncentrálni. A televíziónak nincs köze ez az egészet, semmi köze. Semmi, de sokan azt hiszik, tudja, hogy a tévén keresztül, nem a tévén keresztül, úgy, mint egy rádiótelefon, vagy bármi. Igen. Tudja, mi falon mindenen keresztül mennek ezek a dolgok. A tévé csak a műsornak a része, tudja. Igen. Hát nagyon örülök, hogy megismertem magát. A hangja is megváltozott mindenek. Kezdi csókolom, minden jót kívánok. Minden jót kívánok. Na, várom a telefont, ugye, okmegszüntetés. És hangsúlyozom, hogy ez nagyon-nagyon rövid időre csináltam. Azt hiszem, valaki van már. Igen, én vagyok. Istvánnak hívnak, és Óbudáról telefonálok. Szeretnék tisztelettel a professzor úrtól egy állatot felmérést kérni. Kedves István, én már ismerem magát, igaz? Hát nem tudom. Én valamikor nagyon régen utaztam magával Kairóba, de hát az... Ezelőtt 20 évvel, 15 évvel. 15. Nem úgy értettem, hogy tévén keresztül nem beszéltünk egymással, még így értettem. Nem, soha.
Nem. Próbálkoztam még ilyen műsorra. Én is ott voltam, ugye, azon a Kairő úton. Én azt hiszem, hogy igen. És emlékszik rá akkor, hogy aznap reggelre lopták el az autómat. Képzeljék el, milyen lelkiállapotban mentem az útra. Még előtte bementem a harmadik kerületi kapitányságra, mert akkor ott laktam a Kerék utcába. És alig akarták a jegyzőkönyvet fölvenni. Kézzel, mire hazajöttem, már nem is volt nyomozás alatt, hogy 8-10 nap volt. Nekem is loptak el egy autómat. Hát azt tudom, hittem, milyen érzés. Hát borzasztó. Borzasztó. Azóta olyan fajta autóm nincs, és nem is lesz. Tudja, az a ilyen izé van ember, rajta. Az a német autó, tudja. Igen. De nem a legjobb fajta volt, de mégis hát a Mercedes, az Mercedes, érti, mit mondok? Így van, a csillagos csillag. A csillagos csillag, igen, az volt a sincs olyan. Na, lássuk a Macit akkor. Megnézem, hogy szellemes-e az úr. Igen, átok is van. Emlékszik, milyen sok emberek volt hasmenése ott az úton? Igen. Hát a hajón is voltunk, ugye? Nagyon igen, szép. Igen, mentünk tengeren is, igen. Nagyon szép út volt, úgyhogy. Igen. Na, akkor lássuk, nézem tovább, a szellem átok van, ahogy kell. Na, megnézem a központi idegrendszerét. 10-20... Hát, békarottyantó. Tartostai, nem tudom. Na, mindegy, akkor nézzük a immunrendszerét. 5-10-15. Szíve 10-20-30. Gyomor 10-20-30. Mája 10-20. Felfolyódik, nem? Előfordul, elég idős vagyok, már 73 éves, tehát én annak is be tudom egy kicsit. Hát nem volna muszáj azért, értem, ilyen állapotban lenni. 5-10, amikor lehet 90-100%-ban is, a kortól függetlenül. Csak igen. Tenni kell, érti, mit mondok? Tenni. Igen. Vese 10, hát igen. Most mérem a rossz eredményeket, de az nem azt jelenti, hogy ön 73-at mondott, vagy mennyit mondott? Igen, 70. Igen. Vagy valaki 85, vagy teljesen mindegy, aki jön, vagy ennek nem lehet az állapota 90-100%-os. Igenis, lehet. Értem, mit mondok. Értem, nem kell beletörődni abba, hogy a élet úgy hozta, sok izgalom, meg minden tudja, vagy az idegrendszer, minden, hogy megtépázta a testünket, tudja. De amikor ezen simán lehet változtatni, akkor kell az embereknek változtatni. Hát hadd éljen még 10-20 évet, nem? Igen. Az illető. Na akkor... Akkor megnézegettem, akkor koncentrálok önre, jó? Igen. Megkérem, kedves uram, hogy ön is tegye a talpait a földre, akár mezitlábot, nem zokniba igen. Gondoltam. Becsukja a szemét, kezeit az ölébe, mintha meditálni akarna, hogy ellazul, igen. Jó? És figyel magára. Na, kedves uram! Igenis. Mondja, mi van, hogy érzi magát? Úgy éreztem, hogy a vállamtól lefelé, mintha egy ilyen súly menne le a mind a két karomba,
a térdem fele, mert oda fektettem a karomat. Na, alakulunk, mint pupos gyerek a prés alatt. Igen. Megnézem akkor, az, hogy állunk. Na például mit nézzek meg az immunrendszere? 50, 60, 70, 80, 90, 100. A vérkeringés a feje tetején. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. És megnézem ezelőtt fél órával a vérkeringés mennyi volt a feje tetején. 10, 20, 25%-os. Az igen. Központ ideg, hát azért érzi a különböző dolgot igen, a testébe. Azért érzi. Akkor a központ idegrendszer 50, 60, 70, 80, 90, 100, szíve 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, azt mondja, hogy a májacskája 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, a petefészke az nincsen, vékony bőr. Azt, ami van. Vékony bőr. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, akkor a hólyag 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, vese 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hogy szokott aludni? Jól alszik maga? Egy ébredés van hajnalban, a szokásos fiúgyas. Igen, akkor gyanázik kifelé. Igen, és pacifire. Ja, hát ismerős. Én szerintem nem sok lehet közöttünk a korkülönbség. De azért sok van, hál' Istennek. Sok. Hál' Istennek sok. Akkor sok gyufás kotúja. Sok. Nem vagyok én 70 év közelébe se, szóval nem. Nem így. Jaj, tapasztalatú ember vagyok, az biztos. Az élet az zajlik, tudja. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Minden jót kívánok. Minden jót. Megkérem a kollégákat, már ne kapcsoljanak be senkit se, mert energiát fogok adni. Most azt a fajta kezelést, amit múltkor adtam, azt csak azért adtam önöknek, hogy tapasztalják meg, érezzék meg, hogy következő nap, meg rákövetkező nap mennyivel jobban nézik magukat, mint előtte, amikor itt kapták, de most többet nem csinálom, azt energiát igen csinálok. Ugye azt csinálhatják, hogy a bal kezüket, a jobb kezüket, mindegy, felteszik, elképzelik, hogy ezen a kezükön beszívják az energiát, amit elképzelünk, meg tudunk valósítani, átszívjuk a testünkön, és a másik kezünkkel kinyomjuk, ráteszük a kezünket saját magunkra, vagy az anyósnak a tomporára, vagy valahova, és nyomja ki az energiát, de azt is csinálhatja, hogy spirituálisan, aki olyan szinten van, beszívja a fején keresztül, és képzeletbe oda jutatja a testébe, mondja, hogy hova jusson, vesébe, prostatába, petefészekre, oda menjen az energia. Ez is lehetséges, de azt is, hogy egész testén érzi a dolgokat. Akkor figyeljenek magukra, indul a limbóhintó.
Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva megint találkozunk itt, élő adásba. Remélem meg voltak elégedve a műsorral, úgy érzem, nagyon jó műsor volt, sok telefonáló volt, sok emberen tudtam segíteni, fel tudtam hívni a figyelmet, és ugye a műsor elén is beszéltem a rákos problémákról. Akik a környezetükben ilyen emberekkel találkoznak, hát próbálják rábeszélni őket. Nem biztos, hogy meg kell halni az embereknek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor minden jót, viszont látásra, viszont hallásra, és egy hét múlva megint találkozunk személyesen. Minden jót kívánok!